Úr és Úr polgármester úr és a képviselőtestület minden tagja nevében, illetve a magam nevében is szeretném Önöket nagy szeretettel köszönteni, mind a Dorospacsirtákat, mind a hallgatóikat. Úgy tudom, hogy határon túlról és határon innen is érkeztek szép számmal, tudomásom szerint Tornyosról, Baksról, Forráskútról, Mórahalomról, Szegedről is talán, illetve Zárkányszékről, és természetesen köszöntöm nagy szeretettel a Zsombói Bokréta Dalkör tagjait, akik vendégül látják Önöket. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem a kis számú Máriaföldei delegációt, akik nem énekelnek, de nagy szeretettel hallgatják majd Önöket. Én személy szerint nagyon-nagyon csodálom Önöket, azért, mert úgy látom, ha nem haragszanak, megértem, hogy azért többnyire nyugdíjas korban vannak, tisztelt a kivételnek, és nagyon csodálom azt, hogy Önök a hosszú munkával telt évek után még energiával bírnak, erejük van és kedvük van ahhoz, hogy közösséget teremtsenek, és ezt a közösséget folyamatosan fenntartsák, ami biztos vagyok benne, hogy nem csak örömforrás, hanem nagyon sok munkában is jár. Úgyhogy ez egy nagyon szép példa előttem. Remélem, hogy Önök át tudják adni ezt az örömöt és ezt a motivációt a fiatal generációknak is. Nagyon jó volna, hogyha 100 év múlva is itt állnának a dalosok ezen a színpadon, lehet, hogy esetleg modernebb épületben, és 100 év múlva megemlékeznének arról, hogy 120 évvel ezelőtt elindult a Bokréta Dalkör Zsombón, illetve emlékeznének arra a megteremtőjére ennek a hagyománynak. Önök olyan hobbit űznek, amivel nem csak saját maguknak szereznek örömet, hanem mindenkinek, aki Önöket hallgatja, úgyhogy ezért hálával is tartozunk Önöknek. Én mindenféleképpen azt kívánom, hogy még hosszú évek teljenek el Önöknek ebben az örömben, boldogságban, a közös éneklés felszabadító érzésében, és ehhez nagyon sok sikert, kitartást, energiát, és elsősorban jó egészséget kívánok. Mára pedig mindenkinek nagyon jó szórakozást. Köszönöm.